Későre járt az idő. A szavannát álmos fénnyel árasztotta el a narancssárga nap. A nappali világosságot lassan felváltotta az esti csend. Sorban kigyúltak a fáklyák szerte a törzs lakóhelyén. A kis közösség a sötétségre készült. Ahogy minden nap, a gyerekek ma is összegyűltek és kaotikus hangzavarral kérlelték szüleiket, hadd meséljen nekik a mesésasszony. A felnőttek nem tudtak ellenállni az apró emberek lelkendezésének, és bár a szokásosnál közelebb volt a nagy feketeség, rábólintottak a kérésre. Az összes gyerek újongva ugrándozni kezdett. Hatalmas öröm volt ez nekik, hiszen nem minden nap sikerül a nagyokat meggyőzni. Nem is vártak sokáig, mind elindultak a mesésasszony kunyhója felé. Az ajtó előtt egy kisebb udvar volt, kissé kopottabb volt a növényzet, látszott, hogy gyakran összegyűlnek itt. Középen aprócska tűz égett, mintha látogatókat várna. Félkör alakban pár farönk pihent a földön, amit a leggyorsabb gyerekek mindig elfoglaltak. Nincs olyan gyerek a törzsben, aki ne szeretné a mesésasszonyt. Csodálattal hallgatják azok is, akik alig látszanak ki a fűből. Ők talán nem is értik a történetet, csak a nagyokat követik. A legidősebbek pedig 15 beavatást is láttak már. A gyerekek félkör alakban összegyűltek a tűz köré. Ki farönkön ülve, ki a földön kuporogva várta a mai mesét. Egyetlen mukkanás sem lehetett hallani, mintha ott sem lettek volna. Csak a kisebbek, akik még türelmetlenebbek voltak, sugdoloztak halkan arról, hogy meddig kell még várni. Hirtelen megmozdult a fából, csontból és bőrből készült viskó ajtaja. Egy hosszú, őszhajú idős néni lépett ki rajta, a mesésasszony. A gyerekek zsibogni kezdtek, de jóval visszafogottabban, mint amikor szüleiket kérlelték. Annyira örültek a nőnek, hogy nem bírták tovább visszafojtani lelkesedésüket. Az öreg nő lassan a tűzhöz csoszogott, és leült az egyetlen üresen maradt farönkre, szemben a törpe sereggel. Mindenki elhallgatott, és a legkisebbek is feszült figyelemmel követték a mesésasszony minden apró mozdulatát. Miután elhelyezkedett szokásos helyén, kicsit megpihent. Vett pár mély levegőt, és megkérdezte. Miről meséljek ma? Hangja akár az ősanyáé, kedves, gondoskodó és mindenkit szerető, ugyanakkor határozott, védelmező. A kérdés után a gyerekek kisebb zsivajba kezdtek. Az egyik idősebb előre lépett hátulról, ami megtörte a hangzavart. Az alvokról mesélj nekünk. A nő hümmögött egyet, mintha mérlegelni jó választás volt-e. A gyerekek szájtátva várták a döntést. Hát legyen úgy, mondta végül. Mindenki újongott, persze nem sokáig, hiszen kíváncsiak voltak a mesére. Mikor újra csendült a csoportra, a nő belekezdett. A nagy öregek úgy tartották, hogy egy hatalmas madár szárnya alatt élünk. A legkisebbek csodálkozva felnéztek, élénk fantáziájukban megjelent az óriási madár az égen. Mikor eljön az éj, a madár összezárja szárnyait, hogy pihenjen. Ilyenkor a sötétben előjönnek az ősök szellemei, és odafentről figyelnek. Apró pontokként világítanak a nagy magasban. Nappal nem láthatnak minket, ezért este azt figyelik, hogyan alszunk. Olvasnak belőle, hogy megtudják, milyenek vagyunk, mit csináltunk, és tisztelettel használjuk-e a madár ajándékait. De hogyan? Vágott közbe az egyik kicsi, aki nagyon beleélte magát a történetbe. Látják. Például, aki nagyon szétdobja magát alvás közben, terpeszkedik fekhelyén, önző természetű, mindig elvesz, mindent magának akar. Aki sokat forgolódik, izeg mozog, az nyughatatlan természet. Felfedezni akarja a világot, álmában is kalandozik. Mint például a kis Grimty. Mindenki felnevetett a 6-7 éves kisfiú neve hallatán. Arról volt híres, hogy sokat mászkált a fákra, futkározott a fűben, szeretett mozogni, ugrándozni. A legveszélyesebb helyekre is bátran felmászott. Csak Grimty nem nevetett, durcás képet vágott, amiért rajta nevetnek a többiek. A nő folytatta a mesét. A hangzavar azonnal elmúlt, és a seregnyi hatalmas szempár ismét egy helyre szegeződött. Van, aki lázasan forgolódik, nincs nyugalma éjjel. Az ilyenek valami rosszat tettek, és bánják bűnüket, vagy velük történt valami szörnyűség, amitől nem tudnak szabadulni. Belülről emészti őket egy emlék, amit nem tudnak feledni. Vannak, akik kihúzva egyenesen alszanak. Ők nagyon büszkék és erősek, a családjukról tudnak gondoskodni. Mint például Rumit. Egy idősebb gyerekre mutatott, aki már közel volt a beavatáshoz. Már hónapok óta keményen edzett, hogyha felnőtté válik, fontos tagja legyen a vadászoknak. Mellkasát büszkén kihúzta, amikor ő került szóba.
A gyerekek ismét jót kacagtak. Olyanok is akadnak, akik összegömbölyödve alusszák álmukat. Ők nagyon kicsinek és gyengének gondolják magukat. Kevés az önbizalmuk, vagy még túl nagy nekik a világ. Mint a kis Simil? Egy kislányra mutatott a nő. Újra zsival kezdődött. Mindenki nagyon viccesnek találta, hogy egyikük megint szerepel a mesében. Csak a kis 4 éves Simil nem nevetett, inkább behúzta fejecskéjét a vállai közé, elbújva a világ elől. A történet folytatódott. Akadnak, akik hason alszanak. Ők szeretnek titkolózni, nem akarják, hogy az ősök megtudjanak valamit, ezért csak a hátukat mutatják az ég felé. Általában ők a leghiszékenyebbek is. Előfordulnak olyanok is, akik mély, morgó hangot hallatnak egész éjjel, mint a mérges oroszlán. A gyerekek felnevettek a hasonlaton. Középről egy vékony hang szólalt meg. És ők kék mesés asszony. Ők azok, akiket nem szeretünk, mert nem hagyják a többieket aludni. Hatalmas kacagás és örvendezés tört ki a mese csattanójára. Mindenki jó ízűen nevetett, majd elmesélte a mellette ülőnek, hogy az ő szülei hogyan horkolnak. Egy darabig még ott maradtak beszélgetni, majd mikor meghallották a felnőttek hívását, a gyerekek felpattantak, nagyon hálásan megköszönték a történetet, és hazafutottak. A mesés asszony elégedetten biccentett feléjük, és miután az utolsó is elment, visszatért kunyhójába. Aznap este lefekvés után minden gyerek azon volt, hogy kiderítse, milyen testhelyzetben szokott aludni.